Az Új Demokrata Párt és a Szerb Haladó Párt vezetőinek tárgyalása délelőtt 10 órakor kezdődött az SHP belgrádi székházában. Az egyeztetés központi témája a leendő kormány programja volt, amely Szerbia előrehaladását biztosíthatja. Razgovarali smo o tome kakvi su i koliki poslovi pred vladom Srbije, pred srpskim parlamentom. U narednom periodu razgovarali o neophodnosti provođenja strukturalnih reformi, fiskalne konsolidacije, jačanja i stvaranja zdrave srpske ekonomije, o tome da narodu mora da se kaže istina onako kakva jeste. Vučić szerint Szerbia fejlődéséhez olyan kormányra van szükség, amely dolgozni fog, komolyan veszi feladatát, felelősséget vállal és szakértelemmel rendelkezik. Ezért nem célja az SHP-nek kizárni más pártok szakembereit az ország vezetéséből. Ezzel Boris Tadić, az Új Demokraták elnöke is egyetért. A vláda mora da funkcioniše kao tim. Postoje istorijske okolnosti kada u jednoj zemlji i opozicija i vlada moraju da imaju apsolutnu saglasnost onome šta mora da se radi. To su takve istorijske okolnosti u kojima se mi danas nalazimo. Még nem lehet tudni, hogy az Új Demokraták részét képezik-e majd a kormányhatalomnak. A haladók hétfőn kezdtek el tárgyalni a kormányalakításról, először a Vajdasági Magyar Szövetséggel ültek tárgyalóasztalhoz, egy nappal később pedig a Szerbiai Szocialista Párt vezetőjével, Ivica Dačićjal egyeztettek. Az SHP főbizottságának ülését a jövő hét elején tartják, amelyen végső döntést hoznak a leendő kormány összetételéről.